10 óra óta próbálom húzni egyfolytában a szövegömet. Van egy egészen rövid variáció és egy hosszabb. A rövidebb variáció az egy élményem az elmúlt hétről, amikor egy szülői értekezeten vettem részt az ország egyik legjobb általános iskolájában. És nekem két problémám volt. Az egyik az volt, hogy kérdeztem a tanárnőt, hogy mi nincs a gyerekemnek hozzáférése a digitális naplóhoz, az volt a válasza, hogy hát miért nem használja az én passzörömet. A másik kérdésem az volt, hogy miért van az, hogy szeptember óta a János Vitézzel foglalkoznak, és most februárban, és gyönyörű vers, de az ilyen túlzásnak tartom, azt mondta, hogy mert ez a tanmenet. És akkor még Hoffmann Rózsa ehhez hozzá se ért. Tehát ez a lényeg, és ezt akartam volna kihangsúlyozni, tehát ez még plusz jön a Hoffmann Rózsa. És akkor elmondom, hogy ez picit olyan akadémikusabban, amit most kifejtettem. Előadásomat a 90 éves Gönc Árpádnak ajánlom, aki egy rövid írásában a 90-es évek közepén annak a reményének adott hangot, hogy Magyarország talán nem is olyan soká, olyan arcát mutatja majd, amelyet mindenhol szívesen néznek, amelyet mi magunk is szívesen nézünk, és amelyet örömmel tudunk vállalni mindannyian, akik itt élünk. Mit lehet ehhez hozzátenni 2012-ben? Magyarországon az emberek egyre bizonytalanabbak a tekintetben, hogy milyen irányba is halad az ország, hogy mik azok a közös ügyek, amelyek megalapozzák az állampolgárok céljait és együttműködését. Zavar, káosz uralkodik a politikában, és ugyanúgy az emberi fejekben és a mindennapi kapcsolatokban. Ennek számos oka van, kezdve a politikától a gazdaság működésén keresztül, az egyre szétszakítottabb társadalmi viszonyokig és a mindennapi létbiztonság meggyengüléséig. A jogállamiság és jogbiztonság megroppant, zavarodottság tapasztalat az alapvető közös értékek terén, ami biztos jele a társadalmi autonómiának. Nincs világos jövőkép, a rendszerváltás egykori céljai egyre kevésbé kapnak társadalmi támogatást, a múltra vonatkozó nézeteink pedig inkább megosztják az embereket, semmint az összetartozás tudatát erősíteni. És ezzel kapcsolatban is egy jót húztam, mint szociológus, alapvetően egy aspektusával foglalkoznék ennek a kérdések, nevezetesen az identitás kérdésével, amivel volt szerencsém az elmúlt 20 évben foglalkozni. És az a fő kérdés az, hogy tulajdonképpen a társadalmi identitás szempontjából mit jelent a rendszerváltás, és az elmúlt 20 év mit tett ehhez hozzá, milyen típusú identitás az, amely a magyar társadalmat jellemzi. Ehhez három kutatás segít nekem, az egyik a nemzeti identitásról folyó kutatásai, a másik a igazságosságról folytatott kutatásai, és a harmadik pedig a középiskolásoknak az állampolgári tudatáról, mentalitásáról folytatott kutatásai. Az 1989-es fordulatot elsősorban úgy tartjuk számon, mint egy radikális közjogi, politikai, államszervezési, gazdasági átalakulás, amely alapvetően megváltoztatta a hatalmi politikai és társadalmi viszonylatokat, és amely új pályára állította Magyarország fejlődését. Kevesebben tudunk viszont arról, hogy a fordulat milyen lelki, értékválasztásbeli, érzelmi változásokat hozott az emberek számára, és mindezek alapján hogyan alakult az emberek hozzáállása az új társadalmi viszonyokhoz és intézményekhez. A rendszerváltás annyiban tabula rasát jelent, hogy a korábban fennálló rendszer összeomlása a társadalmi identitás terén is radikális fordulatot implikál. A szocializmus, mint felülről vezérelt rendszer, olyan kijelöltetett egy politikai érdeken nyugvó ideológiai identitású hivatalos azonosulási keretet, a társadalom azonban ez soha nem vállalta fel teljes mértékben, legfeljebb kényszerből elfogadta az. A fordulat ennyiben vákumhelyzetet teremtett, ami kényszerből betette fel az azonosulás új kereteinek a megteremtését. A különféle kutatások és elemzések azonban ellentmondó eredményre jutottak abból a szempontból, hogy vajon vannak-e és mik azok a közös célok és értékek, amelyek az új feltételrendszerben a társadalmi cselekvést vezérlik, és hogy kialakult-e egy új azonosságtudat, amely megalapozhatja a megváltozott társadalmi viszonyokat működtető társadalmi integráció lélektani keretét. Ebből a szempontból érdemes röviden végig gondolni, hogy a rendszerváltás legfőbb célkitűzései és eredményei vagy hozzájárultak-e egy korszerű állampolgári és civil, vagy másképpen polgári identitás megszületéséhez, és ebben milyen szerepet játszhat a történelmi tudat. A megelőlegezett válaszunk erre a kérdésre az, hogy nem. Mindenekelőtt látni kell, hogy a fordulat egy felülről és részben kívülről vezérelt folyamat volt, ami a legfontosabb célok csak kevésség kínáltak fel olyan új identitás kereteket, amelyek az egyén számára vonzó azonosulási pontokat nyitottak volna.
kapitalizmus, mint gazdaság hatékony működésének a formája az életminőség tekintetében vonzó célt jelentett az embereknek, de nem feltétlenül volt képes erősíteni a rendszerrel való érzelmi és értékbeli azonosulást. Különösen igaz ez azon feltételrendszerben, hogy a fordulatot követően a gazdasági feltételek jelentősen romlottak, és ahol sok ember számára a változás az életbiztonság és életszínvonal romlásával párosult. Ráadásul történelmszemléletünkben a modernizáció, a kapitalista átalakulás és ennek társadalmi következményei mindig alárendelődtek a nemzeti függetlenség és szuverenitás elérésének kollektív céljának. Valamivel több esélyt kínált az identitás építése a törvényesség helyreállítása és a jogállamiság bevezetése. Itt azonban súlyos korlátot jelentett az, hogy korábban sem a modern Magyarország megszületésének a korszaka, sem a két világháború közötti időszak, sem a szocializmus 50 éve nem intézményesítette az állam és polgár viszonylatában azokat a demokratikus és liberális jogi normákat és viszonyokat, amelyek megalapozhatták volna a törvénytisztelet és a jogkövető magatartást a mindennapi életben, és ami ebből a szempontból identitásképző tényezővé válhatott volna. A szabad erősség, az emberi jogok, a szabadság helyreállítása, illetve a demokratikus politikai normák sem voltak képesek kikényszeríteni azt, hogy ezek váljanak meghatározóvá az identitás újjászerveződésében. Ennek oka részben ugyancsak a társadalmi vonatkozásokban keresendő, itt érdemes Bíbó Istvánra hivatkozni, aki a modern nemzetépítés programjának megvalósítása kapcsán azt emelte ki, hogy Közép-Európában a modern nemzet megszületése megkésetten és torzultan valósulhatott csak meg, nem jött létre az állampolgárság, a modern intézménye és a nemzet sem a demokratikus állampolgári identitás mintára szerveződött, ahol a demokratikus politikai közösség és az egyéni szabadság érvényesülése alapozhatta volna meg a rendszer fenntartó kollektív és egyéni identitás. Ezt nevezte Bíbó demokratikus deficitnek, és ennek tudta be, hogy a nemzetépítés felülről a kollektív nemzeti egység illúziójára, a hamis nemzeti ideológiákra alapozva kirekesztő soviniszta módon valósult meg, amely szükségképpen apolitizálta a közösséget, felerősítve az alapvalói magatartás mintákat. A bíbói látmélet az elmúlt 20 év identitásépítő folyamataiban is újra tette érhető. A nemzeti identitás vizsgálata élesen mutat rá arra, hogy miközben a rendszerváltás megkülönböztetett értékei között szerepeltek olyan kérdések, mint a szabadság biztosítása, a jogállamiság helyreállítása és a demokrácia megteremtése, eközben Magyarországon a tradicionális típusú nacionalizmus mértéke Európában a legerősebb, és nem csak az idősebb, de a fiatalabb nemzedékek körében is. Ez egyaránt jelenti a gazdasági protekcionizmust a kultúrfölényt és a nemzeti érdekeinek egyoldalú politikai érdekérvényesítését, ami zárt etnocentrikus gondolkodással, a kisebbségekkel szembeni intoleranciával és Európában páratlanul magas idegenellenességgel párosul. A nemzeti közösség egy önmagába zárkózó és önreflexióra képtelen világ, ami erős kötődést és relatív alacsony migrációs potenciált eredményez. Ez utóbbi azért is igazán meglepő, mert miközben a világ kitárult Magyarország számára, a fiatalok között a megkérdezettek kétharmada máig sem gondolkodik azon, hogy külföldön próbáljon szerencsét, még akkor sem, ha amúgy a külföldön való élethez szükséges erőforrásokkal, mint képzettség, nyelvtudás, anyagi eszközek esetleg rendelkezik is. Ez az zárt és erősen kirekesztő antidemokratikus elemeket sem nélkülöző nemzeti identitás minta a széles társadalmat hatja át, és még a státusz különbségek sem fognak rajta, azaz függetlenül attól, hogy valaki alacsonyabb vagy magas iskolai végzettséggel rendelkezik, rosszabb vagy jobb anyagi státusú, sikertelenebb vagy sikeresebb, fiatalabb vagy idősebb, egyaránt a fentebb tárgyalt nemzeti tudat lett a meghatározó eleme a formálódó identitásnak. A legitimnek tartott történelmi tudás és múlt értelmezése pedig inkább csak felerősíti, mintsem gyengíti ezt az identitásprofilt. A nemzeti identitás értéktematizációja, amit jól képezve a nemzeti büszkeségérzet, élesen jelzi ezt az összefüggést. A politikai és társadalmi modernizáció nyugaton meghatározó értékei, mint például a demokrácia működés, az emberi jogok tiszteletben tartása, a meritokratikus elveken szervezett gazdaság sikere és a társadalmi szolidaritás elve alapján működő jóléti rendszer nem jelenti forrását a nemzeti büszkeségnek Magyarországon. Ezzel szemben az emberek nagyfokú büszkeséget táplálnak olyan szimbolikus, szubjektív és narratív jellegű dolgok iránt, mint a nemzeti művészet és kultúra, a magyar nyelv, vagy a nacionalista szemléletű történelmi felfogás. Emellett az emberek az egyéni kiválóságokban és különleges teljesítményekben találják meg a nemzeti közösség büszkeségre okot adó forrását, sportolók, tudósok, művészek teljesítménye,
miközben nem látnak büszkeségre okot a magyar társadalom kollektív teljesítményében. Még akkor sem, ha erre az elmúlt két évtized eredményei talán mégiscsak okot adhattak volna, hiszen páratlanul rövid idő alatt sikerült egy a magyar történelemben egyedülálló demokratikus rendszert kialakítani, az emberi jogok védelme sok szempontból példamutató eredményeket ért el Magyarországon, az ország gazdasági teljesítménye bár hullámzó módon, de mégis pozitívnak mondható, és a jóléti rendszer is működött 2010-ig, még nem is mindig tökéletesen. A nyugat-európai trendek azt jelzik, hogy az újabb generációk nemzeti önképe és identitása nyugaton jelentősen megváltozott, amiben fontos szerepet játszik az európai integráció gondolata, a transznacionális életforma, a transz és a karrierperspektíva, valamint a globalizáció és a multikulturalizmus, még ha ez nem is nélkülöz ellentmondásokat és konfliktusokat Nyugat-Európában is. Ezzel szemben Magyarországon ezek a hatások nem érhetők tetten, és a nemzeti érzület hagyományos mintázata épp úgy meghatározza a fiatalok, mint az idősek gondolkodásmódját. Ez egyfelől azért meglepő, mert azt jelzi, hogy a fiatalok jövőképe továbbra is a nemzeti keretbe zárt, és nem ingyen át határokon és kultúrákon. Másfelől viszont annak is a tünete, hogy a rendszerváltás generációs következményei nem hoztak új értékpreferenciákat és identitás mintákat a fiatalok körében. A nemzeti identitás kérdése azért is megkerülhetetlen kérdés az oktatásban, mert a fiatalok nemzetképe, történelmi szemlélete és politikai szocializációja egymástól elválaszthatatlan kérdése. A tanárok nem pusztán szűkenben szakmai kérdésnek tekintik a múlt megismertetését és megtanítását, a jogi és politikai ismeretek elmélyítését, vagy a nemzeti határokon átnyúló kultúra szemlélet elterjesztését, egyáltalán ezek részei az iskolai kurikulumnak, de felelősséget éreznek az iránt, hogy milyen lesz a jövő Magyarországának állampolgári tudata és civil világa, mindenben döntő fontosság, hogy a tudásátadás segítsi a fiatalok jelen és a jövő kérdésében való eligazodását. Szabó Ildikóval az ezredforduló környékén végzett ezirányú kutatásai általános és középiskolások körében azt jelzik, hogy a történelmi ismeretek szinte alig épülnek be a diákok értékvilágában és gondolkodásában. Ráadásul a történelmi ismeretek rendkívül hiányosak, fragmentáltak, a diákok nem képesek általánosítani, nem látják a dilemmákat, az alternatívákat, a szélesebb társadalmi összefüggéseket és trendeket, és nem képesek kritikailag kezelni a múltat. Nincs összekapcsolva a jelen kérdésének a megválaszolása a múltban nyúló összefüggések megértésével, és ezt két példával tudnám illusztrálni, amikor a történelmi hősök és bűnösök megítélését vizsgáltuk, felsorolva jelentős történelmi szereplőket, hogy ezekről kiről nevezne el utcát és teret. Egyfelől óriási válaszhiány tapasztaltunk, ez 30-40%-os volt, ami a tájékozatlanság megnyilvánulása, másrészt egybehangzóan utasították el a 20. századi politikusokat, legyen szó akár baloldali, akár jobboldali szereplőkről. Inkább választottak régmúlt történelmi hősöket, nagy művészeket, zenészeket, irodalmárokat, ilyenekről. Mindez azt jelzi, hogy egyrészt nincs semmilyen koherens kép a fejében a modern kor meghatározó politikai alternatíváiról, nem is csoda hát, hogy nem képesek választani között. De az elutasítások mögött sincsen logika, mindez pedig egy elfordulás jelent a politikától, és a politika lényegét jelentő alternatívától. Egy másik tünet az, hogy a nemzeti közösséget nem képesek etnikailag és kulturálisan sokszínűnek látni a diákok, és amit nem ismernek, nem is tudják elfogadni azt. A fiatalok nem tudják, hol élnek a világban magyarok, mint az sem, hogy hányféle nemzet és kultúra keveredik a magyar társadalomban. És ha mégis látnak különbségeket, ezeket nem képesek megszemélyesíteni, a történelmi szereplők nemzeti, etnikai, kulturális hovatartozását nem képesek beazonosítani, a kisebbségekkel szemben és a másságra szemben elutasítóak, ami felerősíti a kulturális fölényes dominanciát. Összességében egyfajta kiábrándulás és elutasítás figyelhető meg a fiatalok körében az ilyen kérdésekkel szemben, ami a negatív politikai szocializációnak a tünete. Hasonlóképp nyilatkozik a társadalmi értékek terén is, hiányzik a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás, a társadalmi méltányosság gondolata, és hiányzik mások teljesítményének elismerése és értékelése. A benyomásunk az, hogy a rendszerváltás utáni fiatalok körében individualizmus és önzőség párosul nagyfokú paternalizmussal és etatizmussal, amit átszól a vívó kapcsánál említett alapfelői mentalitás. Ha pedig mindezt a nemzedékek közötti értékátadás perspektívájában nézzük, ahogy ezt vizsgáltuk a társadalmi igazságosság eszméjét meghatározó értékek kapcsán, úgy tűnik elmaradt az értékváltás. Jellemzően a szülők értékei és a régi szabályok követése vezérli az új generáció viselkedését. És a történelmi emlékezet sem képes tematizálni napjaink kérdéseit és problémáit.
Véleményem szerint ebből a szempontból kellene újra gondolni a történelmi tudat lényegét és szerepét, mert mégiscsak hinnünk kell abban, hogy léteznek olyan közös társadalmi értékek és célok, amelyek kijelölik Magyarország jövőjét Európa és a világ térképén, és amelyek egyszer majd Magyarországot európai, modern, sikeres, demokratikus, mindenkinek biztonságot nyújtó és kulturálisan sokszínű országá formálják, mint ahogy ez Göncz Árpád így is várta közel 20 éve. Ha pedig vannak ilyenek, akkor ezeknek az eszméknek és társadalmi értékeknek létezik múltja, gyökere, hagyománya, emléke, azaz történelme. Lehet, hogy ezekről kellene szólni az iskolai óráknak, és akkor nem hamis nemzeti kiegyezésről, hanem élő történelmi tudatról beszélhetnénk. Köszönöm szépen!